Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Vért adtak a hivatal dolgozói, csak nem 15-en segítettek most másoknak. Segítik a rászoruló fiatalokat, nem mindennapi kezdeményezés indult el Gyulajon. Egyre több az online csaló, naponta érkeznek feljelentések a rendőrségre. Újra csúcson a szekszárdi judo, kontinens tornán bizonyítottak a sportolók. Véradást szerveztek a szekszárdi polgármesteri hivatal munkavállalói számára. Erre évente 3 alkalommal kerül sor az intézményben. Csak nem 15-en segítettek most másoknak. A nyár felé közeledve egyébként egyre több vérkészítményre van szükség, mert ilyenkor megnő a balesetek száma. Egy gyors mozdulat és bent is van a tű, már folyik is a vér a gyűjtőzsákba. A szekszárdi polgármesteri hivatal véradására Kilián Máté érkezett az elsők között, ő már gyakorlott segítőnek számít, 20. alkalommal nyújtotta a karját. A véradással ugye az ember folyamatosan frissül a saját vére, tehát tulajdonképpen a saját egészségéért is tesz, legalábbis én úgy gondolom, az pedig, hogy ezzel egyébként másokon lehet segíteni, az már csak egy külön plusz. Úgyhogy én rendkívül fontosnak tartom a véradást. Nagyon jó, hogy a polgármesteri hivatalban ezt így megszervezik a kollégák. Az önkormányzat egy évben 3 alkalommal biztosít lehetőséget véradásra, ilyenkor átlagosan 20 fő szokta a karját nyújtani, mondja Gyurkovics János alpolgármester, aki egyébként saját tapasztalatból is meg tudja erősíteni, hogy mennyire fontos a segítségnyújtás. Nekem is volt egy egészségügyi problémám január elején, és én is 4 egységnyi vért kaptam. Lényeg a dolognak, ezt 4 embernek le kellett adni. Másik része a dolognak ez a közvetlen véradás, de azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok gyógyszer is készül a vérből, és ha minél szélesebb teret tudunk biztosítani ennek a humánus tevékenységnek, az nagyon-nagyon jó dolog. A nyár felé közeledve egyre több vérkészítményre van szükség, mert ilyenkor megnő a balesetek száma. Az alpolgármester elmondása szerint egyébként évről évre emelkedő tendenciát mutat a segíteni akarók száma a hivatali véradásokon. 8,6 millió forintot osztott szét Tamásiban a helyi önkormányzat civil szervezetek között. Összesen 24 egyesület pályázott, ők mindannyian kaptak is forrást. A helyi közösségek támogatásának egyébként sok éves hagyománya van a településen. Ismét meghosszabbította a parlament az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben bevezetett veszélyhelyzetet. Az országgyűlés 132 szavazattal 58 ellenében a kormánypárti képviselők voksaival 180 napra adott a rendeleti kormányzásra esélyt. Az indoklás szerint a hosszabbításra azért volt szükség, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a következmények enyhítése érdekében, továbbá annak a biztosítása véget, hogy az ország mielőbb maga mögött hagyja a háború káros következményeit. Hátrányos helyzetű fiatalok korszerű oktatását segíti a Máltai Szeretetszolgálat új kezdeményezése. A program lényege, hogy a karitatív szervezet által fenntartott iskolákban 21. századi modern eszközökön tanulhatnak a gyerekek. Tolna vármegyében a projekt most indult el Gyulajon. Izgalmas történetek, fejlett eszközök, robotika, forrasztás és szerelés, ezek mind részei a Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános iskoláiban most elindított digitális projekteknek. A cél, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is a lehető legkorszerűbb eszközök segítségével sajátítsanak el a munkaerő piacon ténylegesen használható tudásanyagot. A módszerrel a tanulók mellett az iskola pedagógusai is folyamatos szakmai támogatást kapnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványának 5 általános iskolája van, Nyírpilisen, Tarnabodon, Tiszabúrán, Tiszabőn és itt Gyulajon. A program a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból 60 millió forintból valósul meg. Egy új digitális oktatási programot, ami érinti a sok település, sok iskolát azokon a településeken. Végül is, ami összejött, hogy a támogatót
a kínálat oldalt, összehoztuk az igényel, az iskolákkal, a pedagógusokkal. A gyulai tagiskola igazgatója azt mondja, a gyerekek nagyon élvezik a számukra gyakran eddig ismeretlen eszközök használatát. A Magyar Máltai Lovagrend tagjai adományokból vettek, és ezeket a LEGO robot készleteket kapták meg mi gyerekeink. Érdekesség volt, hogy gyerekeink nem legóztak, tehát hogy nekik ez a maga LEGO fogalom is új volt, az ismerkedés is új volt, és talán tovább is tartott, mint egy másik iskolában. Tolna vármegyében egyenlőre a gyulai az egyetlen iskola, ahol a Máltai Szeretetszolgálat programja elindult. Az egyre melegebb időjárás felgyorsítja a szúnyogok fejlődését, így különösen fontos a kezelések megfelelő időzítése. A napokban összesen 5000 hektárnyi vízfelület kezelése várható, olvasható a Katasztrófa Védelem honlapján. A közlemény szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt a csípő szúnyoglárvák gyérítése a nagyobb folyók mentén, valamint a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségében. Az árvízi szúnyogfajok a folyók mentén az ártéren helyezik el tojásaikat, amelyek akár évekig várják a kifejlődéshez megfelelő körülményeket. A szúnyoglárvák ellen egy baktériumok által termelt szelektív készítményt használnak, amelynek más élőlényre nincs hatása, ezért élő vízben is alkalmazható. A folyadék formájú biológiai készítményt nagyobb vízfelületek esetében légi úton juttatják ki, kisebb vizekben autóra szerelt nagynyomású permetezővel, egyes helyeken csónakról. A járművel nehezen megközelíthető helyeken háti permetezővel dolgoznak. A biológiai készítmény granulátum formában is rendelkezésre áll, ennek a hatóanyaga ugyanaz a természetes fehérje. A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar az új közös agrárpolitika stratégiai terv elfogadásával több mint 5300 milliárd forint felhasználásával fejlődhet 2027-ig, hangsúlyozta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkára szerdán. Hozzátette, a meglehetősen kiszámíthatatlan nemzetközi politikai és gazdasági körülmények ellenére kiemelt cél, hogy 2030-ra a magyar mezőgazdaság termelékenysége a másfélszeresére, a magyar agrártermelés hozzáadott értéke a kétszeresére emelkedjen, az agrár és élelmiszer export értéke pedig 50%-os növekedéssel 15 milliárd euróra emelkedjen. Feldman Zsolt elmondta, az 5300 milliárd forint fele uniós, fele hazai kiegészítő forrás, és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar költségvetés szerepvállalásának köszönhetően a magyar agrárium korábban már bevált, működő gyakorlatok folytatása mellett nem csak a zöld fenntarthatósági kritériumok erősödésével és a forrásokhoz való hozzáférés szabályainak változásával szembesül, hanem számos új lehetőséggel is. Fokozott óvatosságra hívják fel a figyelmet a rendőrök, ugyanis egyre több felületen jelentek meg az online csalók. A szélhámosok különböző módszerekkel próbálják kicsalni a gyanútlan áldozatok pénzét. Az egyik legfontosabb, hogy bankkártya adatokat idegeneknek vagy e-mailben kapott hivatkozásról megnyitott felületen tilos megadni. Szinte naponta érkeznek feljelentések a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságokra, hogy az interneten csalók áldozatává váltak. A szélhámosok különböző felületeken jelentkeznek. Akár SMS-ben kaphatunk egy-egy felszólítást, hogy nem fizettük be különböző előfizetéseinket, vagy nem vettük át a csomagunkat, és hogyha ráirányít bennünket egy oldalra az általuk megadott link, akkor sajnos csalás áldozataivá válhatunk. Emellett az online piac téren is rengeteg átverés történik, még azokkal is, akik eladásra kínálnak termékeket. Nagyon figyeljünk arra, hogy amikor eladásra kínálunk valamit, akkor soha ne adjuk meg banki adatainkat a másik félnek, hiszen abban az esetben, hogy a bankkártya adatainkat az úgynevezett CVC kóddal együtt kiadjuk, akkor csalás áldozataivá válhatunk, és perceken belül leüríthetik a bankszámlánkat. Ugyanis ahhoz, hogy az eladni kívánt terméket a vásárló megvegye, csak is az eladó bankszámla számára van szükség, amire a pénzt elutalhatják. A rendőrség minden eszközzel fellép az online bűncselekmények ellen az elkövetők felderítése és elfogása érdekében, de fontos, hogy a lakosság is tegyen saját biztonsága érdekében. Ismét megtartották Szekszárdon a Fedorka és Sose volt versnapot, a szavaló verseny két helyszínen, a Babits Mihály Kulturális Központban és a Művészetek Házában zajlott.
A legjobbak országos szemlékre kaptak meghívást. A szervezők 7 esztendővel ezelőtt azzal a céllal hívták életre a versnapot, hogy lehetőséget nyújtsanak a találkozásra, a megismerkedésre azoknak a fiataloknak és tanáraiknak, akik szeretik az irodalmat, a verseket. Fontosnak tartják azt is, hogy az ország távoli pontjain élőket tudják összefogni. Magyarország kedvező járványügyi helyzetére tekintettel az országos tiszti főorvos május 1-jével visszavonta a kötelező maszkviselésre vonatkozó határozatát, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztatás szerint hétfőtől az egészségügyi és a szociális intézményekben sem a dolgozóknak, sem a látogatóknak nem kell maszkot hordaniuk. A kórházigazgatók azonban saját hatáskörben továbbra is dönthetnek a kórházat vagy a kórházon belül bizonyos osztályokat érintően a kötelező maszk használatról. Átmeneti visszaesést okozott a húsvéti és tavaszi szünet időszaka a hazai ingatlan piacon. Áprilisban országosan 6787 lakóingatlan cserélt tulajdonost, ami 1000-rel kevesebb az előző hónaphoz képest, közölte az egyik legnagyobb értékesítő cég. Az idei áprilisi adat országosan 37%-os mérséklődést mutat a tavaly áprilisihoz képest, és az idei legerősebb hónaphoz, márciushoz képest is 13%-kal gyengébb teljesítményt jelez. A szakértők szerint ez nem szokatlan jelenség, átmeneti visszaesésről van szó, és májusban már ismét növekvő tendenciával számol az ingatlan közvetítő vállalat. Egymás után nyerik a rangosabbnál rangosabb díjakat a szekszárdi Gemenc Judo Klub versenyzői. A sportolók ezúttal egy 5 kontinenst megmozgató tornáról tértek haza rendkívüli eredményekkel. Néhány napja tértek vissza a szekszárdi Gemenc Judo Klub versenyzői a 26. Budapest kupáról, ahol 5 kontinens több mint 2000 versenyzője mérte összetudását. Sárosdi Ákos a saját súlycsoportjában 3. lett, ami rendkívüli teljesítménynek mondható. Volt 4 meccsem, abból a Ucsó előtti volt a legnehezebb, a 3. helyért jutásért, de szerencsére meg tudtam várni. Ákos mellett a szintén szekszárdi Beke Csongor 7. helyet szerzett. A sportolók edzője azt mondja, ilyen jó helyezésekre nem is számítottak. Mondhatni, hogy kőkeményen megerősítette az első számú válogatott pozícióját az ifi válogatott 81 kilóban. Közel távolban nem volt másik magyar, aki ilyen eredményt hozott volna. Azt hiszem a legjobb is 7. lett az Ákoson kívül. És egy kicsit a szájízünk se az igazi, mivel az erőcsatározásoknál azt a meccset, amelyiket elvesztette, azt meg is nyerhette volna. A szekszárdi judósok egymás után szerzik az érmeket. Ilyen erős versenyzői állományt legutóbb több mint 10 éve tudott felmutatni a Tolna vármegyei együttes. Létszámilag, most nem azt mondom, hogy minőségben, de létszámilag mindenféleképpen az egyik legnagyobb verseny. Most is közel 2000 ember versenyző volt, és 5 kontinens, amióta én emlékszem, 5 kontinensen nem voltak itt sportolók. Ennek megfelelően az eredményeink azok ugye nem aranyban mérhetőek, hanem jó helyezésekben, és egy jó eredményt értünk el. A Gemenc Judo Klub versenyzői legközelebb hétvégén a szlovákiai Rimaszombaton lépnek tatamira. Regionális híreink következnek. 3 színpadon mintegy 100 produkció ismét megrendezték a pécsi egyetemi napokat. Az elfogadás futása, több mint 350-en vettek részt a különleges sporteseményen. 6 korcsoportban és 5 kategóriában nevezhettek a táncosok területi látványtánc verseny. 3 év kényszerszünet után idén ismét megrendezték a pécsi egyetemi napokat. A PEN Fesztivál az Expo Centerben kapott helyet, április 28-ától 30-áig. Mintegy 100 produkció közül válogathattak az érdeklődők. Újra a hazai könnyűzenei szcéna legjobbjai érkeztek a Baranyai Vármegye székhelyre. Idén ugyanis ismét megrendezték a pécsi egyetemi napokat. A koronavírus miatt 3 évig nem szervezték meg a fesztivált, most azonban április 28-a és 30-a között mintegy 100 produkcióval készültek a szervezők 3 zenei színpadon. A helyszín az Expo Center, ahol naponta 6-7000 látogató fordult meg. Voltak olyan fesztiválozók, akik több napra is kíváncsiak voltak.
Én a tegnapi napra és a mai napra jöttem együtt. Én a halott pénz miatt főleg, a mai 30 miatt jöttem. És hát főleg a társaság miatt, mert nagyon sok barátom jött erre a fesztiválra így együtt. Hát én nagyon jól érzem magam, én is a társaság miatt jöttem, de legjobban ami érdekel az a belga volt, és a 30 az már megvolt, én nagyon jól éreztem magam. Találkoztunk olyanokkal is, akik csak egy-egy napra látogattak el, vagy épp az ország egy távolabbi pontjáról érkeztek, hogy együtt bulizhassanak barátaikkal. Én csak a mai napra jöttem le, a belgát vártam nagyon, meg is kaptuk tőlük azt, amit szerettünk volna, nagyon élveztük. Mai este kis technobuli lesz, azt is nagyon várjuk. Azért is eljöttünk igazából, mi csak a mai napra jöttünk, de nagyon élvezünk itt a bulit, jól érezünk magunkat. Szóval reméljük, hogy az este folytatódik úgy, ahogy most. Fellépők annyira nem érdekelnek, a holnapi nap az jobban érdekelne, de sajnos holnap már nem tudunk itt maradni. Vissza kell mennünk, mi Esztergomból jöttünk egyébként. Holnap már vissza kell mennünk, de próbáljuk kihozni a maximumot a mai napból is. Jól érezzük magunkat. El vagyunk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Újdonság, hogy idén egy különálló pihenőt is kialakítottak hangulatos pálmákkal dekorálva. Míg a nagy színpadon éjfélig tartottak a koncertek, addig az Expo belső tereiben hajnalig zajlottak a zenei programok. Több mint 350-en vettek részt az idei Narcisz futáson. A Fehér Lilium Hospice Alapítvány 5. alkalommal rendezte meg jótékonysági sportprogramját, amellyel a gyógyíthatatlan betegekre és a velük való törődésre hívják fel a figyelmet. Sárga pólókba öltözve gyülekeztek a fiatalok a Városligetben. A középiskolákon kívül több általános iskolából is érkeztek résztvevők a Narcisz futásra. A református iskolába járok. Most akik nem tudnak meggyógyulni, azoknak a betegekért futunk, és már ma második alkalommal veszek részt ezen a futáson. Nagyon szeretem ezt a futást, mert kikapcsolódom, meg a barátaimmal tudok lenni. Tavaly is voltam, nagyon jó volt. Futottunk egy kört a barátaimmal. Jó volt. A Fehér Lilium Hospice Alapítvány most 5. alkalommal szervezte meg jótékonysági rendezvényét, amelyhez 9 oktatási intézményből több mint 350-en csatlakoztak. Maga az alapítvány betegellátást nem végez, de azokat a betegeket, akik valamilyen tárgyi eszközadományra szorulnak, akkor ők, ha megkeresik az alapítványt, akkor megpróbálunk mindenben segíteni, például betegágyat biztosítunk, gyógyszereket, infúziókat vásárolunk számukra. A program résztvevői 1 kilométert futottak a gondoskodás és az elfogadás jegyében. A tánc világnapján tartották a Látványtánc országos bajnokságának 4. területi versenyét Komlón. 6 korcsoportban nevezhettek a táncosok 5 kategóriában. Tánciskolák és egyesületek vettek részt a programon. Komló adott otthont a Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett területi bajnokságnak. A megmérettetésre 6 korcsoportban nevezhettek a táncosok, szóló, duó, trió, valamint csoport és formáció kategóriákban. A versenyen olyan produkciókat is láthatott a közönség, mint az akrobatikus pompon. Ezt a sportágat képviseli az a Bicsérdi csapat, amely ezúttal az óvodás, illetve az első osztályos korosztályban sportoló tagjait készítette fel erre az alkalomra. Mi a sportmarzoretten belül a cheerleading. Itthon az akrobatikus pompon a megfelelője, ugye Amerikában a pompon lányok a tévében, amikor az amerikai foci van. Mi ugyanezt a sportágat hoztuk ide Magyarországra, és mi azt képviseljük, illetve abban készülünk fel akrobatikákkal, illetve egy komplett koreográfiába építjük bele ezeket az elemeket. A komlói megmérettetés mellett még 3 helyszínen rendeztek kvalifikációs versenyt, összesen 1260 koreográfiát mutattak be a táncosok. A területi versenyek után a magyar bajnokságra lehet tovább jutni, majd pedig az Európa bajnokság következik. A bíráló bizottság több szempontot is figyelembe vett a produkciók értékelésekor. A zsűri 3 fő szempont szerint, de természetesen ezek a szempontok egymással szorosan összefüggnek, és ezt még lehetne tovább bontani. Elsődlegesen a gyerekeknek vagy a táncosoknak a technikai felkészültségük, annak a kivitelezése, a
koreográfiának a mondani valója, a témája, és nem utolsó sorban az előadás, amivel ez előadó művészet, tehát nagyon fontos, hogy úgy tudják tolmácsolni az érzelmeket, mondani valókat, hogy a nézőnek is ez egy színház legyen. Tánciskolák, egyesületek vettek részt az eseményen. A komlói területi versenyt egyébként éppen a Táncvilágnapján szervezték meg, amelyet stílusosan tánccal ünnepeltek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Vért adtak a hivatal dolgozói, csak nem 15-en segítettek most másoknak. Segítik a rászoruló fiatalokat, nem mindennapi kezdeményezés indult el Gyulajon. Egyre több az online csaló, naponta érkeznek feljelentések a rendőrségre. Újra csúcson a szekszárdi judo, kontinens tornán bizonyítottak a sportolók. Csütörtökön száraz, napos, másút változóan felhős napos időben elszórtan alakulhatnak ki futó gyenge záporok, mérséklődik, legyengül az északi szél. Kellemesen 20 fok közelében alakul a hőmérséklet, de helyenként el is érheti azt. Éjszaka alapvetően csillagfényes, eseménytelen időre készülhetünk, néhol mérsékelt felhősödésekkel. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!